Idén is várjuk a kollégákat a 7. Nemzetközi Upgrade Implantológiai Kongresszusra. Elvárjuk a fiatal kollégákat, úgy a tapasztaltabb sebészeket és implantológusokat is. Újdonságok kerülnek bemutatásra, főleg a CAD/CAM tervezéssel kapcsolatban, de új eszközöket és új eljárásokat is bemutatnak az előadók, valamint a betegek alaposabb ellátásával, a kezelések tervezésével kapcsolatban fognak előadások elhangzani. Egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek kollégák és az előadók is arra, hogy minél nagyobb biztonságban tudják a beteget. Ez feltételezi a műtétek előtti kivizsgálásokat, illetve az utókezeléseket is. Ezzel még inkább potenciálozni és még inkább biztonságosabbá lehet tenni az implantológusoknak a munkáját, illetve az implantátumok sorsát. Irányított sebészeti eljárásokban sok újdonság történt az elmúlt évben. Ezekről fog beszámolni az egyik előadónk. Nem komplikálja, hanem inkább egyszerűbben próbálja bemutatni, összegzi ezeket az eljárásokat. Hazai kipróbálásom volt a már nemzetközileg is ismert mágneses kalapács, amelyen nem csak implantátumokat lehet behelyezni, de fog gyökereket is el lehet távolítani, és különböző szájsebészeti beavatkozásoknál nagyon hasznos lehet ennek a készüléknek az alkalmazása. Magyarországon ezt még csak páran próbálták ki, de azt hiszem, hogy lehetőség lesz, hogy egy szélesebb körben megismerjük ezt a hasznos műszert. Minden páciensnek és fogorvosnak is vágya, hogy viszonylag hamar, akár egy nap alatt tartós megoldást biztosítson a pácienseknek, vagy korán terhelhető implantátumokra, vagy egyéb protetikai munkák keretén belül. Erre lesz egy példa, és egy nagyon jó előadás fog elhangzani erről. Valamint, amiről már az elején beszéltem, a fogászati implantációs terápia olyan betegeknél, akik több betegségben szenvednek, akiknek az előkészítése és maga a műtét is egy kicsit komplikáltabb. Ezeket a betegeket sem utasítjuk el a rendelőkbe, hanem megpróbáljuk őket olyan állapotba hozni a műtét idejére, hogy náluk biztonsággal legyen elvégezhető ez a beavatkozás. Erről is fog szólni egy nagyon érdekes előadás Garfunkel professzor előadásában. Hazai előadó fog beszélni a csontpótlások sikerének egyik zálogáról, a hidrogél expanderről. Erről már korábban is hallhattunk, mégis egy új alternatíva a lágy vészmenedzsment területén. Azt hiszem, hogy érdeklődésre tarthat számot, és az eseteket érdeklődéssel tudjuk majd szemlélni. Tóka doktor fog előadni nekünk Sopronból egy CAD/CAM-es eljárással, egy overdenture tervezését lépésről lépésre fogja megmutatni egy új eljárás keretén belül, hogy lehet egy cortex implantátumra egy, és nem szeretném itt lelőni a poént, egy új eljárással egy overdenture tervezni. És egy nagyon jelentős magánpraxist épített Sopronban, és nagyon sok beteget kezel, sok új eljárást alkalmazott elsőként az országban. Tehát az ő előadása is mindenképpen érdeklődésre tarthat számot. Örökzöld téma a fertőzések megelőzése, ezekre való törekvés, minden beavatkozásnak a záloga az, hogy viszonylag csíramentes környezetben tudjunk dolgozni, és ez a csíramentesség nem csak a beavatkozás során, hanem utána is megmaradjon. Tehát nagyon fontosak azok a preoperatív higiéniai intézkedések, eljárások, amik utána beteg ellátásra kerülhet. Ezekre nagyon sokan kevés hangsúlyt fektetnek, pedig alapvető fontosságok a betegek ellátásánál. Elvárunk fiatal hallgatókat, tapasztalt orvosokat is. Van, aki új információkat fog kapni, amikkel még nem találkozott, a tapasztaltabbak pedig megerősítést nyernek abban, hogy jó úton járnak és betegeiket megfelelően látják el.